Üdv mindenkinek, G.V. Cooper vagyok, és ez a világ legbrutálabb 268. epizódja. Gyakran említettem már nektek, hogy gyerekkorom óta imádok olvasni, hosszú-hosszú évek óta a könyvek, képregények forgatása az egyik legfontosabb hobbim, egész egyszerűen érteklődéssel falok műveket mindenféle műfajban és témában, legyen szó horrorról, szépirodalomról, fantaziról vagy ismeretterjesztő könyvekről. Sűrűn vásárolok is magamnak könyveket akár könyvesboltokban, akár antikváriumokban, akár rendelés keretében egy magánszemélytől, de szerencsére ajándékba is szoktam kapni különböző olvasmányokat. Így történt ez tavaly karácsonykor is, amikor többek között a birtokomba került a Baljós Rajzok című íromány. Az említett alkotást egy Jason Rekulek nevű amerikai író vetette papírra, egy friss könyvről beszélünk, hiszen magyarul 2023-ban került forgalomba. A regény egy fiatal lányról szól, aki babysitterként vállal munkát egy tehetős családnál, egy öt éves kisfiúra Teddyre kell vigyáznia. Eleinte minden zöggenőmentesen halad, azonban Teddy egyre többször beszél a lánynak egy képzeletbeli barátról, akit csak ő lát, majd a babysitter rémülten tapasztalja, hogy ez a titokzatos képzeletbeli barát Teddy rajzain is megjelenik. A rajzok ráadásul annyira tökéletesek, hogy egyszerűen nem létezhet, hogy azokat egy öt éves kisfiú alkotta. A lány úgy dönt, hogy megpróbálja megfejteni a képek jelentését, ekkor pedig egy elképesztő és hátborzongató rejtély kellős közepébe csöppen. Nos, többek között ez a regény inspirált arra, hogy elkészítsem ezt a videómat, mert olvasása közben eszembe jutott, jó magam már többször említettem egy-egy videómban azt a jelenséget, amely feltűnik a baljós rajzokban is, de még sosem csináltam róla egy teljes külön videót. A gyerekek fantasztikus képességeiről rengeteget lehet hallani. Állítólag bizonyos korukig képesek látni a holt lelkeket, kísérteteket, más elméletek úgy tartják, a gyerekek, főleg a fiatal lányok birtokában lehetnek a telekinézis képességének, vagyis tárgyakat tudnak mozgatni pusztán az elméjük erejével. Hasonlóan titokzatos dolog a képzeletbeli barát jelensége. Hogyan és miért alakul ki számos gyermeknél? Mi lehet az oka? Vajon ez teljesen normális? Esetleg aggodalomra adhat okot? A mai videóban többek között ezekre a kérdésekre is igyekszem válaszokat találni. Tartsatok velem, és néhány valós eseményen keresztül ismerkedjünk meg a képzeletbeli baráti jelenséggel. Sok szülőnek megrázó lehet, ha a gyermeke egy napon azzal áll elé, hogy a barátjával játszott kint a kertben. Amikor a szülő megkérdezi, hogy melyik iskolatársa volt az, a gyermek azt feleli, szó sincs iskolatársról, a barátot Bongónak hívják, tud repülni és szórakoztató vicceket mesélni. A szülő azonban hiába keresi Bongót a szemével, nem látja, és ez teljesen természetes, hiszen a gyerekén kívül senki sem fogja teljes fizikai valójában megpillantani az említett játszópajtást, ugyanis Bongó egész egyszerűen nem létezik, csupán gyermekének fantáziájában. Ez egy szülő számára érthető módon igencsak rémisztő lehet, és több tucatnyi kérdés merülhet fel az agyában ennek hallatán. Talán a gyermeke magányos, esetleg mentális zavarokkal küzdködik. És a gyerekek miért találnak ki ilyen láthatatlan játszópajtásokat? Nos, haladjunk sorban! A képzeletbeli barátok elterjedtsége és definíciója rendkívül eltérő, de abban biztosak lehetünk, hogy a világ talán összes kultúrájának a gyermekeit érinti ez a jelenség kutatók szerint a világ gyermekeinek körülbelül 65%-ának lesz élete egy pontján képzeletbeli barátja. Az első ilyen vizsgálatok az 1890-es években történtek az Egyesült Államokban és Európában, az 1960-as években pedig egyre több kutató mélyett el a jelenségben. Azonban ezek a kutatások csak és kizárólag a nyugati kultúrákat érintették, napjainkban több tudós is felhívta arra a figyelmet, hogy a nem nyugati kultúrák is évszázadok óta beszámolnak erről a jelenségről, csak ők éppen másképpen nevezik, mint a nyugati civilizációkban élők. Például számos amerikai őslakos úgy tartja, a gyermekek képesek kommunikálni az ősi szellemekkel, és a szellemek gyakran a gyermekeken keresztül üzennek a felnőtteknek. Egyes dél-amerikai indián törzsek hite szerint egyedül a gyermekek képesek fizikai valójukban látni a duendeknek elnevezett manószerű lényeket. Ezek a huncút, rossz csont teremtmények a felnőttek számára láthatatlanok. Indiában számos szülő hiszi úgy, hogy gyermekeik kapcsolatba tudnak lépni a szellemvilággal, vagy akár képesek is az előző életeikben megismert emberek szellemeivel játszani. Tehát a képzeletbeli barát jelenség távolról sem csak a nagyvárosi gyermekek sajátja, hasonló tapasztalatokról számolnak be a dzsungelek mélyén élő, különböző őslakos, indián törzsek felnőtt tagjai is a gyermekeikről. Az elsőszülött, illetve egyedüli gyermekeknél nagyobb a valószínűsége a jelenség kialakulásának. A legtöbb esetben ilyen gyerekeknél figyelték meg a láthatatlan barát megjelenését. A gyerekek többnyire késői kisgyermekkorban vagy korai óvodáskorukban számolnak be egy mások számára láthatatlan játszópajtásról, tehát körülbelül két és fél-három éves kor körül alakulhat ki ez a jelenség, tanulmányok szerint a három és öt év közötti gyermekeknél a legvalószínűbb, hogy lesznek képzeletbeli barátaik. A legtöbb gyerek számára legkésőbb az általános iskola közepe táján 9 éves kor körül eltűnnek ezek a láthatatlan entitások, ám több esetben pszichológusok megfigyelték, hogy elképesztő módon előfordul, hogy egy-egy ilyen barát akár a tinédzser koráig is elkísér egy-egy fiatalt. Mint hallhattuk, ez a jelenség érinthet bárkit. Egy európai kislányt vagy egy ágyékötőt viselő indián kisfiút az amazonaszi esőerdők sűrűjében. Ebből fakadóan felmerül a kérdés, hogy vajon mi okozhatja azt, hogy egy gyermek kitalál magának egy képzeletbeli barátot. Több elmélet is kialakult azzal kapcsolatban, különböző kultúrákban cseperedő egyes gyerekek miért számolnak be egy csak a számukra látható barátról. Az egyik szerint a magasabb ikúval rendelkező vagy kreatívabb gyerekeknél fordul elő, hogy képzeletbeli barátaik lesznek. Egy tanulmány egyértelműen összefüggést mutat a képzeletbeli barátok, illetve a fejlettebb fantázia között, így valószínű, hogy azok a gyerekek, akiknek néhány éves korukig láthatatlan barátaik vannak, felnőtt korukban jobban fognak vonzódni a művészetek felé, legyen szó írásról, festésről, színészetről vagy táncról, hiszen ezeknek a személyeknek fejlettebb történetmesélő képességeik vagy dúsabb fantáziájuk alakul ki a képzeletbeli barátokkal történő társalgások során. Egy másik hipotézis úgy tartja, a láthatatlan pajtás akkor tűnik fel, ha az adott gyermeknek nincs elég társas interakciója, vagy ha eljön az óvoda vagy iskola ideje, amikor hosszú órákra távol kerülnek a szüleiktől, legfőképpen az édesanyjuktól, akivel jó esetben születésük első percétől három-négy éves korukig minden egyes pillanatban együtt vannak. Egyes tudósok a jelenséget a változás okozta stressznek és a további érzelmi támogatás fenntartásának tulajdonítják, ugyanis ezek a barátok vigaszt és társaságot nyújtanak nekik. Tehát ezek a láthatatlan pajtások a olyan leküzdési mechanizmusok, akik segítenek a kicsiknek egy stresszesebb időszakban. Egy harmadik teória nem tartja kizártnak, hogy a jelenség hátterében az állhat, hogy a gyerekek elkezdenek öntudatra ébredni, ugyanis az életkor előrehaladtával jó esetben mindenki megtanulja, hogy gondolatokkal és érzésekkel rendelkező személyek, ezeket a gondolatokat és érzéseket pedig más is képes felfogni a környezetükben. Ez a folyamat stresszt is előidézhet, ezzel egyetemben viszont kíváncsiságot is, ami kéz a kézben jár az ember felfedezés igényével. Tehát a képzeletbeli barátok egy módja annak, hogy az öntudatra ébredő gyerekek elkezdjenek tanulni más emberektől, illetve mélyebben elmerüljenek a társadalmi interakciókban, és meg is értsék azokat. Egy negyedik teória egészen figyelemre méltó. Parakutatók felhívták arra a figyelmet, hogy nem kizárható, miszerint a gyermekek nem csak fantáziálnak, hanem tényleg látják ezeket a barátokat, akik nem mások, mint elhunyt emberek lelkei. A parajelensége kutatói úgy vélik, a gyerekek körülbelül 10 éves korukig érzékenyek a természetfeletti világra, ezért teljesen természetes, hogy képesek érzékelni a természetfeletti entitásokat. Azt nem állítják, hogy minden képzeletbeli barát szellem véleményük szerint egy kísértetről akkor lehet szó, ha a gyerek félni kezd ettől a képzeletbeli baráttól, hiszen számára a szellem teljesen valóságos. Holott a szellemek jó esetben nem szeretnének ártani a gyerekeknek, mindössze csak örülnek, hogy valaki érzékeli őket, és ezért a gyerekekkel maradnak egészen addig, míg a gyerekek már nem képesek őket érzékelni. Ez egy kimondottan érdekes elmélet, ám én a mai videóban kimondottan arra szeretnék fókuszálni, amikor nem áll paranormális esemény a háttérben, ez a témakör egy másik történet, csupán az érdekesség kedvéért említettem meg. Mielőtt még megismerkednénk néhány híres ember konkrét történetével, hadd ejtsek néhány szót a képzeletbeli barátok típusairól. A képzeletbeli barát jelenségnek két fő típusa van, az egyik a mások számára teljesen láthatatlan entitások, akiket csak a gyerekek látnak, illetve megszemélyesített tárgyak, ez lehet egy baba, egy plüssállat, de akár egy takaró is. A láthatatlan egyének a legkülönfélébbek lehetnek. Átlagos kislánytól kisfiúig egy állat, egy szörnyeteg, egy kobold, mitikus lény, szuperhős, vagy kísértet alakját is ölthetik, és ezek a testetlen barátok a megfigyelt esetek túlnyomó többségében egyenrangú játszó pajtásai a gyerekeknek. Marjorie Taylor, az Oregoni Egyetem fejlődés pszichológusa, a 80-as évek óta foglalkozik a képzeletbeli barát jelenséggel, így számolt be tapasztalatairól. Az elmúlt 30 évben rengeteg gyermek mesélt nekem a láthatatlan barátjáról, ezek között volt, amelyik tudott repülni, tüzet okádott, a holdon élt, vagy éppen hüllőszerű alakja volt kis érdekesség, hogy a professzor hölgy lánya Amber szintén beszámolt három éves korában egy képzeletbeli barátról. Az ő pajtását Michael Rose-nak hívták. Marjorie eleinte azt hitte, lánya egy óvodatársáról beszél, ám megtudta, hogy ilyen nevű fiú nem is jár az oviba. Amikor a kislánya egy napon közölte vele, hogy Michaelnek van egy hatalmas csűrje, amit tele van élő zsiráfokkal, Marjorie rájött, Michael Rose Amber képzeletének a szüleménye. A hölgy az 1999-ben kiadott Imaginary Companions and the Children Who Create című könyvében több más eset mellett lánya történetét is megírta. A könyv azóta alapműnek számít a képzeletbeli barát pszichológiájában. A másik típus, amikor a barát egy tárgy lesz, szintén figyelemre méltó állapot. Ilyenkor a gyerekek a legkülönfélébb tárgyakat ruházhatják fel személyiséggel, különböző tulajdonságokkal, játékoktól kezdve egészen különböző ruhatarabokig. Szakértők megfigyelték, ilyen esetekben nem mindig van egyenrangúság, a megszemélyesített tárgyak általában alárendeltebb szerepet töltenek be, és a gyerekek úgymond dominanciát gyakorolnak felettük. Ez nem feltétlenül jelent rosszat, ha a gyerek egy gyengébb képzeletbeli társról gondoskodik, mellette erősnek érezheti magát, ez pedig növeli az önbizalmát. Nagyon ritka, de előfordul, hogy a gyerekek a saját testüket használják egy képzeletbeli karakter létrehozásához. Amikor ez történik, a gyerek felvesz magára egy más nevet és személyiséget, megváltozik a viselkedése, ilyen állapotban pedig csak és kizárólag a képzeletbeli barát nevére hallgat. Legtöbbször a személyiségváltozáshoz egyetlen ruhadarabot használnak, például egy inget, egy takarót vagy egy szuperhősköpenyt. Most hadd mutassak be néhány hírességet, akik kapcsolatba is kerültek ezzel a nem mindennapi jelenséggel. az internet tele van láthatatlan barátokról szóló történetekkel. A legtöbbször olyan jelzőkkel illetik ezeket, mint a creepy, félelmetes vagy horrorisztikus, azonban az esetek nagy többségében szó sincs ilyesmiről, csak ugye a témakör valóban alkalmas arra, hogy rémületet keltsen, nem véletlen, hogy több írót, illetve filmes szakembert megikletett már a képzeletbeli barátjelenség. Sajnos valóban előfordultak már képzeletbeli barátokra fogott brutális események, erről a következő fejezetben fogok beszélni, azonban a láthatatlan barátokról nem szabad, hogy azonnal iszonyatos, rémisztő dolgok jussanak az eszünkbe. Jó példa erre a most következő néhány rövid történet. Azt hiszem, Nikolász Kim koppolát, akarom mondani Nikolász t nem kell bemutatnom senkinek. Az 1964-es születésű Oscar és Golden Globe díjas színész olyan filmekben szerepelt, mint a Szikla, a koner, a Fegyenciárat, a Fegyvernepper, a Képlet vagy a 8 mm. Karakteres arcát az ember ezer közül is felismerné. A férfinak három gyermeke született, és azt kevesen tudják, hogy legidősebb fiának, Weston Coppola cage is volt gyermekkorában egy képzeletbeli barátja. Nikolás Kécs teljesen természetesnek vette ezt a dolgot, sőt, egy alkalommal, amikor családjával nyaralni indultak, fia kérésére vett egy repülőjegyet a láthatatlan barátnak is, aki így velük tarthatott a családi nyaralásra a kicsi Weston legnagyobb örömére. Carl Anthony Towns Jr. egy dominikai amerikai származású kosárlabdázó, akit minden idők egyik legjobb dobó centerének tartanak az 1995-ös születésű fiatalember, a Minnesota Timberwolves játékosa, és csupán 16 éves volt, amikor először képviselte a nemzeti válogatottat. Egészen elképesztő, de a fiatalembernek gyerekkora óta van egy képzeletbeli barátja, akit Kárlítónak nevezett el. Ezt egy interjú során árulta el, amikor a riporter megkérdezte tőle, mi az oka, hogy egy-egy dobás előtt Carl lenéz a földre és magában beszél. A játékos elárulta, hogy olyankor Kárlító tanácsát kéri a játékkal kapcsolatban, Kárlító jelenléte pedig önbizalmat és erőt ad neki a játék során. Kál környezetét, játékostársait, illetve edzőjét sem zavarja, hogy a játékosnak van egy láthatatlan barátja, ugyanis az, hogy ő hisz Kárlítóban, egyértelműen pozitív hatással van a játékára. Az 1981-es születésű, tízszeres Grammy-díjas énekes Justin Timberlake sosem tagadta, hogy gyermekkorában neki nem csak egy, de több képzeletbeli barátja is volt. Mindig is voltak láthatatlan játszópajtásaim. Nyilatkozta egy alkalommal a CNN-nek. Egy kisvárosban nőttem fel egyedüli gyerekként. Lehet, hogy kívülről furcsa kisfiúnak tűntem, de számomra természetes volt, hogy több képzeletbeli barátom is van. Mindig is határozott egyéniség voltam, ezek a pajtások pedig segítettek egyre öntudatosabbá válni, és rengeteget tettek hozzá, hogy művészileg fejlesszem magam. Egyáltalán nem szégyellem, hogy voltak általam kreált haverjaim, ez azt hiszem teljesen természetes. Azonban még napjainkban is rengetegen vélik úgy, hogy egy képzeletbeli barát megjelenése valamilyen mentális probléma előfutára lehet. Vajon tényleg így van? Normális az, ha egy gyereknek láthatatlan pajtásai vannak. Nagyon fontos leszogezni, hogy a gyerekek szinte mindig tudatában vannak annak, hogy a képzeletbeli barátjuk nem valódi, és csak az ő fantáziájukban él. Kutatók megjegyezték, hogy ha rákérdeztek egy-egy gyereknél mi a különbség a valóság és a képzelet között, a gyerekek azonnal tisztázták, hogy a láthatatlan barátjuk valójában nem létezik. Számukra az érzelmek valóságosak, amelyeket iránta éreznek. Éppen ezért nem szabad azonnal horrorisztikus dolgokra gondolni, ha egy napon a gyerekünk azzal áll elő, hogy van egy képzeletbeli barátja történtek már sajnos olyan rémtettek, amelyekben az elkövető szempontjából szerepet játszott egy ilyen barát, például Jason Cote esetében, aki 2013-ban agyonvert egy Ricky Cole nevű férfit, ugyanis Cote azt állította, hogy a gyilkosságra egy fekete dobozban élő Vern nevű képzeletbeli barátja bújtotta fel, vagy ott van Kelly Anthony esete, aki 2011-ben két éves kislányát gyilkolta meg, a nő arra hivatkozott, képzeletbeli barátai beszélték rá a bűncselekményre. Azonban minden ilyen esetben az elkövetők bizonyítottan valamilyen mentális, pszichikai zavarban szenvedtek, ezért az állítólagos képzeletbeli barátokra vagy démoni hangokra való hivatkozást élesen el kell különíteni a láthatatlan barát jelenségtől, ugyanis egy szellemileg épp ember nem válik erőszakossá a későbbiekben csak azért, mert gyerek vagy tinédzser korában képzeletbeli pajtásai voltak. Az erőszakot általában valamilyen pszichikai zavar szüli. A képzeletbeli barát szinte mindig normális, egészséges része a gyerek fejlődésének, viszont ha ez a barát gonosz, gyűlölködő dolgokat mond a gyereknek, vagy erőszakossá teszi a korábban nyugodt csemetét, akkor azonnal szakemberhez kell fordulni, mert az valamilyen súlyosabb pszichózis jele lehet. A képzeletbeli barátokkal rendelkező gyerekek nagy része nem lesz dühöngő őrült, a jelenséget nem sorolják a mentális betegségek közé, és egyáltalán nem a pszichózis vagy a halucináció korai jelei. Nagyon fontos, ha egy szülő azt tapasztalja, hogy gyermekének láthatatlan cimborája van, akkor semmiképpen se nevesse vagy gúnyolja ki, hanem legyen együttműködő. Hagyni kell, hogy a gyermek megtartsa az irányítást a helyzet felett, ebből fakadóan a szülő soha se próbáljon meg a baráttal kapcsolatba kerülni. Egyszerűen ismerje el a létezését, tegyen fel tiszteletteljes kérdéseket vele kapcsolatban, és sose kérdőjelezze meg, hogy a láthatatlan entitás létezik. Természetesen húzni kell észszerű határokat. Nyugodtan lehet utasítani a gyereket, hogyha például iskolába megy, hagyja otthon a képzeletbeli társát, illetve nem szabad hagyni, hogy ezt a barátot amolyan bűnbakként használja fel. Ha a gyermek rosszat tett, például eltört valamit, és a láthatatlan cimborára igyekszik azt fogni, akkor emlékeztetni kell, hogy mivel a képzeletbeli barát nem tud feltakarítani maga után, így neki kell majd. Ashley Gilpin pszichológus szerint akkor sincs gond, ha a képzeletbeli barát időnként rossz fát tesz a tűzre. Ezek a képzeletbeli barát kapcsolatok utánozzák a valódi gyerekekkel való kapcsolatokat, magyarázta. Csak úgy, mint a való életben a láthatatlan pajtásokkal való interakciót is pozitív és negatív érzelmek, illetve tevékenységek keveréke jellemzi. A legtöbb gyermek pedig, ahogy említettem, kinövi a képzeletbeli barátot, a baj csak akkor van, ha a csemete mondjuk már iskoláskorú, de még mindig nem érti, hogy az entitás valójában nem létezik. Amíg a gyerek helyén tudja kezelni a dolgokat és a képzeletet, fantáziát elkülöníteni a valóságtól, alig ha lehet baj. Ami biztos, hogy senki se szégyelje, ha a gyermekének képzeletbeli barátai vannak. Amíg egészségesen kezeli a helyzetet, nem lehet gond, ráadásul számos oka lehet, hogy a csemete miért döntött úgy, hogy létrehoz egy mások számára nem látható cimborát. Legyünk együttműködőek és megértőek, ez minden normális emberi kapcsolat alapja. A gyerekek pedig ilyen formán jól emlékeztetnek minket elménk korlátlan lehetőségeire. Amióta a gyerekeket kutatom, nyilatkozta egy ízben a már említett Marjorie Taylor. Egyre jobban tisztelem a gyerekek képzelőerejét, és azt, amit alkotni képesek és most szeretném hallani a ti történeteiteket. Kíváncsi vagyok arra, vajon a ti gyermekeitek, a környezetetekben élő csemeték tapasztaltak-e már hasonló jelenséget életük során, vagy hogy esetleg nektek volt egy gyerekkorotokban képzeletbeli barátotok, és ha igen, vajon mi sarkalt benneteket arra, hogy megteremtsétek őket. Illetve arra is kíváncsi vagyok, szerintetek mi lehet a legvalószínűbb magyarázat a képzeletbeli barát jelenségre. Magasabb IQ. Stresses időszak? Öntudatra ébredés? Vagy igaza lehet a parakutatóknak és természetfeletti események állhattak a háttérben? A biztos választ egyelőre nem tudjuk, de egyszer talán minden kiderül. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok! Ha érdekesnek találod a munkásságomat, kérlek iratkozz fel ide, és a GV Cooper History csatornámra is, illetve kövesd be a GV Cooper Facebook és Instagram oldalt is. Ha van kedved, csatlakozz a csatorna funkcióhoz, ahol a novelláimból készített videóimat, GV Cooper 1 illetve egyéb érdekességeket tekinthetsz meg. Köszönöm szépen minden csatorna tagnak a támogatást! A következő videó a jövő héten érkezik, melynek témája egy gyerek tragikus és döbbenetes halála. Köszönöm szépen a figyelmet, szép napot, sziasztok!